Húzzunk a vérbe, csak gáz, előre! Jó. Taposz neki, szia idez! Mi az a lé? Szerintem egy gazdag cávó. Nagyon remélem. Csak lugjad neki, lugjad! Ha rúgdosom, akkor annak nem lesz jó vége. Szóval 20 éves vagy? Mutasz vékony vagy? Igen. Mi? Te szék? Mit kérdeztél? Te mit kérdeztél? Hát, hogy mit kérdeztél? Szemét. Jól van. Hát tudom, hogy ez ilyen kicsit izé. Nehogy azt gondoltad, én a kisgyerekekre bukok, csak nagyon menőnek tűnsz. Már 17 éves vagyok. Szőlősz a pöcömész. Hát jó, de tudod, hogy az még a szabályok szerint még mindig túl fiatal. 14 éve alatt nem lehet. Majd vigyázz. Igen, igen, de jól van. Halló, teszély, ki az? Teszély, ki az? Hello, nem téged láttalak itt beszállni, fiam, egy ilyen sportkocsiba? Mit az titkosz? Nem biztos. Fordulj meg, lágám, nem ide megyünk. Hát akkor megfordulok. Egy ruhában voltál? Te szék, milyen ruhában? Zumi mindenki. Unisex ruhában. Unisex? Ezt csak mondom, hogy kulvára nem unisex, hanem hetero. Csak mondom. Az hetero? Aha. Nem te voltál az, fiam? Eszkünem, hol gázok? Tengelen nem jöttök? Azt nem értem. Merre megyünk? Merre menjek? Nem voltál ott, sehol. Csak itt állj félre. Jó. Au! Out! Neki mentünk egy nagy halackának. Pedig ott voltam. Félre. Mivel állj félre? Megütött a segítség. Persze, a motorcónak a kicsit félállunk, hogy ki tudjuk húzni a kis halackát. Akkor azt a kocsit, amit itt látunk, azt nyugodtan szétlőhetjük, ugye? Fotelyet csak nem lövöldözöl, érted? Hát nem is én. Nem én húzom meg a milyen ravaszt. Koci? Én fogalmam szintet. Vál egy kicikét fel kell laknom ilyen mobiltöltől a cónakon a telcit. Jól van. Vállját lágám, mert most... De én várok. Lemek. Te szereted a tejet? Na, annyira nem. Dudász, és a kakaót sem? Dudász Antyi bele... Jutyi belevelt és Dudász Antyi megitatta, és lehet, hogy gecisztejét hittem, és azóta nem szeletem. Ó, hát akkor megérzem, hogy nem szereted. És a kakaót? Az nem rossz. Na, akkor jó, akkor jó. Jól vagy? Semmi baj, csak kicsit szomjas vagyok. Adjak inni? Nem? Most... Igen? Vagy nem? Telcizek, szerintem... Hát, szerintem indítsd be a motort, és mondjuk lug neki, menjünk a pizzába. Out. Csak előle. Hát előre vettem. Lemek! Ne fékezz, érted? Jó, én aztán nem fékezek, annak nem lesz jó véget. Persze, hogyha kanyolba kell fékezni, érted? Akkor fékezni kell, csak menjünk most, kocikázunk alla. Merre van az arra? Csak egyenesen. Halló, teszik? Az a baj, hogy rajta van egy helikopter, szerintem újságírók. Lassíts, újságírók. Hát csak nézni be, hogy lennie nálam. Értem. Újságírók vannak rajtam. Tudod, insta-szálvök, ilyesmi. Fordul. Vissza ugyanoda, honnan jöttünk. Jó, lágám? Milyen ugyanoda, drágám? Honnan jöttünk? Kinek mondtad ezt? Te szék! Ugyanoda, kinek honnan jöttünk? Neked, cipód, lágám. És mi van? Ugyanoda, honnan jöttünk, persze. A helikopter az veled? Várjál, ne induljál, mert itt van egy helikopter. Az veled van, vagy nem? Nincs. Itt a kurvára fékezni kéne. Nem kell fékezni, csak válaszolj! Én nem tudsz válaszolni! Mi csodál? Nem értem. Hát, hogy veled van-e a helikopter? Isz, igen, isz, meg nem isz. Au. Ez most mit jelent? Istenem. Istenem. Jó szalul vagyok. Hát nem csodálom én is. Au. Azért ez kicsit fájt.
De legalább válaszolnád! És nem vagyok akkor confused. Engedd mellel a cicim! Nem fogom a cicim. Jó, basz meg. Az a karod. Hogy is szívnak? Alexa. Te Alexa! Szia, cici. Jó. Ó, basz meg. Kop-kop. Jó vannak? Ó, Mutyi úr, hát jó. Jó napot. Én lenni kínai vakember. Hívjak mentőt, elnézést. Nem kell, inkább szerelő, megfogott az öv. Nem kérdemes, de majd bekenem volt a rendel. Igen, biztos azért szólok a rendőrségnek, meg szólok itt a mentőknek, hát ha tudnak segíteni, mert láttam elég nagy balesetet szenvedtek, jó? Küldök nekik egy üzenetet. Lemek! Hola! Nem jó! Te észre ott kell maradni! Most hívott a bunker, hogy a félváros rajta van. Nem jó! Hidd el, eszkü nem jó! Most higgyél nekem! Mindjárt jövök, szétálló felmélem a tölész telepét! Oké, csak az a baj, hogy ennek a nem normálisnak meg én hiába magyarázok bármit, megy a feje után, mint egy forró fejű nem normális. Vajon tudok helikoptert vezetni? Nem tudok valamit csinálni. Most akkor figyelj ide, itt van a cáva, akitől szóltuk. Érted a hit? Kulva kellősz közepén. És még nem jutottunk el odáig, mert követtek helikopterrel, és kulvára nem jutottunk el odáig. Küldöm egy GPS, hogy hol van a helikopter. Mindjárt vissza is hívlak. Basz meg. Jönnek a rendőrök, mi? Let's go! Basz meg azok a rendőrök! Basz meg! Basz meg! A kurva! Na! Annak küldtem a CPS, hogy most érkezett meg egy kurvára egy cég. Au! Érted? Egy kurva egy cég! Ellen ne gyertek! Azért, mert balesetet szenvedtünk, és itt a cába, akitől szóltuk. Ja, értem. Jó, hát szólok ennek a nenormalisnak, hogy állítsa most már a segélyen kicsit. Futnak utána, érted? Ez baj. Ó, de szarul vagyok. Kurva nagy baj. És most hova a falkamba bújjak? Ellen ne gyertek, most itt van egy cég. Oké, szólok neki, hogyha hajlandó lenne megállni végre. Persze. Jó. Ugye kilőm a kerekeit a picsába, mert már kezdtem. Itt van egy lendőrszégi egy cég, érted? És éppen out. Futnak utánam, érted? Értem. Fussál, mire vagy? Futok. A GPS-én vagyok, ne gyertek el le kamionnal, és majd megpróbálok alla elmenni. A picsába. Elmegyek majd alla. Ahol majd pakolni kell, érted? Most megyek be én alagútba. Lehet el fog menni a tél elő. Oké, jó, én is nézek körbe itt, mert mi van. Ne gyertek, most itt van egy lendőrszégi egység, ne gyertek ide. Oké. Pucika? Francba, most jó faszóval csináljak. Az a baj, és amit mondtam már nektek, nem egyszer, és nem is kétszer fogom, hogy körülbelül ennek a 15%-a meg volt beszélve, megbeszélt RP. 15%-a, ez... Teszik? Itt a kamion már itthon, nincs itt senki. Jó, lemek, len, gyorsan pakoljatok, gyorsan. Oké, buszika. Vigyázzál, a helikoptert látod, gyorsan pakolj, úgy álljatok, hogy ne lesz a helikopter, mert az a... Cávó, attól szóltuk. Oké, jó. Cokoroznak, ennek vége, meghívlak valami finci, valami lesz, szép hely le. Oké, na, pakolok, buszikál, puci. Picába. Hát, ilyen ez a gangszeli élet, érted? A bűnöző élet, ez ilyen? Egyik nap még egy caj ülsz egy Porsche Panamillába, az egyik percbe, a másik percbe meg egy catolnába futsz az EKK elől. Milyen az alvilág, érted? A francba. Hát imádok erpézni, na. Halló, sikerült elmenekülnöd? Ó, szia, kis vagy?
Alexa. Tudom, csak nincs beírva még a telcímbe. Sikerült? Éppen kicsit futok és te hogy vagy? Nem, én nem hagytalak ott, érted? Nem hagytalak ott, csak előle mentem. Azt mondtam nekik, hogy elfogyott a kutyusom. Tudod, ez ilyen felnőtt dolog. Á, értem. Csak egy kicsit előle mentem, hogy megnézzem a telepet, és mit kérdeztek még az ekák? Hát semmit, hogy ki volt az. Hát mondtam, hogy a kutyusom, mint ugye ilyen szobák közti dolog. Á, éltem. Na jó van, majd beszélünk. Szia-szia! Boci, hogy így ilyen lett az első talci, de majd csörögök, és majd talcizunk nyugodt körülmények között, csak az a baj, hogy fél éltész van, érted? Fél éltész. Jó van. Szia! Pucika? Hú! A francba! És nem száll le rólam! A kubba életbe! Teszik? Szia fiam! Cáfot el! Sokat gondolkodtam itt az elmúlt napokban. Értem én is. És igazából... Költözünk össze és legyünk egy család újra? Hát azért nem, de nem voltam ott melletted, amikor kellett volna. Sokszor. Most hallom, hogy örülök ennek a hobbitnak igazából, hogy úgy... Én azt hittem, megmondom őszintén, hogy rossz útra fogsz térni, de így, hogy ilyen békés hobbit választottál, mint a horgászat, betázás, megnézném, mert hallottam egyszer-kétszer, hogy mit fogtam, meg ilyesmi, megnézném én azokat a halakat, nem tudom, hogy összetudunk futni. Persze. Nem szok, még nem fogtam egy halackát, de biztos, hogy fogok még egy halackát, vagy valamikünk három ember közül csak fog egy kis halat. Még a mai nap folyamán, érted? Most hadd nézem meg, csinálunk egy közös fotót, berakom a családi albumba. Most ha kis hal, mindegy nekem. Az is igaz. Valami legyen. Jó, ha legyek egy kicsit rád büszke, jó? Lemek, nem szokál a hívlak, és akkor kiélünk a partra, és akkor cölgök majd, jó? És akkor... Nem a parton vagytok kint? Nem a parton, a nyílt vizen vagyunk, érted? Mi mindig kint vagytok? Persze, orgászunk még, most megy le a napocka, most jönnek a halak, érted? Levegőzni, ilyesmi. Mivel letettek be? Ilyen kis villantózunk, kis villantószal. Villantószal? Persze, ilyen villantószal. És akkor kis pisztlángokat fogunk, meg ilyesmi, meg tengeri halakat. Pisztlángot? Persze. Fiam. Ilyen tengeri nagy hajla halakat. Viszek majd alatt eskü. Na most akkor hol vagy? Kint a tengeren? Kint a tengeren. De ugye elvégeztél valami? Olvastál róla valamit? Mert pisztlángot nem tudom, hogy fogsz kint a tengeren, fiam. Fingom szinca halakról, de biztos, hogy fogok valamit. Hát azt beészvettem, hogy... Tengelék kis halackát. Nem szokál a hívlak is, akkor viszem a halat, érted? Fotózkodás, ilyesmi. Jó. Mutasd már, mert megnézzük. És akkor talán egyszer mi iszel minketen holgászni. Igen, az nagyszerű lenne. Nagyszerű. Egy gyöngyha. Na, rendben, várom. Puci! Most az is... Aj, de rafinált vonogsz. Most azt hiszi, kibasz velem, de nekem otthon van horgászbotom. Csalim, úgyhogy most bepattanok a kocsiba, gyorsan fogok egy halat, és már hívom is. Jó? Hola! Mi azért lága, minden lemek? Persze, nincs senki, nem jön helikopter se semmi, már csak 1940 vast kell kipakoljunk, és kész vagyunk. Úristen, jó mond lágám, ne halog, úgy szimán pakolnék, elősz férfi vagyok, csak most éppen más dolgokat is meg kell oldanom, érted? Á, gondolom, bunkert föl kéne hinnod akkor, hogyha annyira rájössz, hogy jól van-e, meg van-e, mert az meg magára húzta miattunk a rendőrséget. Persze, felhívom bunkert, hogy minden rendben van-e vele, persze. De tényleg hívfel? Egyértelmű, hogy ne, persze. Hogy még gondolom? Alig vállom, hogy felhívjam bunkert, megkérdezem, hogy is van. Jó, akkor mit csinál? Pucika, hívom, nem szakál a bunkert, szia! Itt voltak a zsekák, hallottátok? És pazd meg, hogy kommandózok a zsekák elől, azt nézzétek! Teszék? Hola! Teszék? Itt lenni 25 rendőr téged keresni, puta. Mondani meg, hol vagy. 25 rendőr? A szok? Szé. Hol vagyok? Hol gászok? Hol horgászni? Kulom, ezt a nyílt tengelem. Miért kell ezt a rendőrök? Hogy kérdezem már?
jönni ide szű, beszélni rendőrséggel, és még is... itt lenni megint birtokomon kibaszott rendőrség puta, te szarod miatt, szű jönni ide. És mégis hova mennék? Csak hogy kérdezzem már? Basszak ott a bány. Szű jönni ide puta madre, tudod jó, hogy kocikba hova ülnek, kocikba ülnek a lendőrök most a te területeden? Itt lenni előttem, itt lenni, hadd nagy mindenki itt lenni puta. Éltem, mondd nekik, hogy maradjanak ott. Szi kurva gyorsan idejönni, ticibe elvágni. Persze, persze. Te szék! Szökésbe lenni? Hol lenni te? Minden lendben. Idejönni a rendőrség a birtokomra miattad. Éltem? Jönni ide azon. Alig hallok. Te szék, halló? Ticsi, ne szóra. Hú, baby! Hú, ez nagyon rázós volt, ez forró volt, forró. Ez nagyon forró volt, jó. Kurva gyorsan most apámnak meg kell felelnem. Tehát most a legelső dolog az, hogy megfelelek édesapámnak, ami az, hogy büszke legyen rám. Az azt jelenti, hogy most a pecabothoz nagyon gyorsan pecabot, és megyünk horgászni. Hú, ahogyha most tényleg tudok horgászni, tehát tudok horgászni, és fogok halat, és tényleg tudok találkozni vonokszal. Hát akkor, és akkor büszke is rám, utána már elkaphatnak, tehát az engem nem érdekel. Az nem tudom ki. Megvan a hal, Makléla. Csá. Paltot éltünk. Fatel. Halló. Csá, Fatel, paltot éltünk. Á, igen, de már annyira nem érdekel. Te szék. Ez a Rolls-Royce helikopter, ez igazából... elég drága mulatság, így. Éltem. Elbasztam az időmből egy olyan 50 ezer eurónyi összeget. Igazából azt a kamiont kerestem, megmondom őszintén, fiam, tudod, hogy... mi a kis kamion? De... hát, amit elloptak. Igazából még nem fizettem ki a romáknak úgy, hogy nem került volna pénzembe, de megtaláltam a falát, pénz lett volna, de így hagyom. Úgyhogy le kell mondanom sajnos azt a pecázásos dolgot. Semmi baj, csak mondom, most írtunk paltot, én holgáztam, fogtam ilyen tonhalackát, meg ilyesmi, és szeretném, hogyha egy közös fotó és büszke is lennél, ám érted? Jó, persze, persze, na, szia! Új leszapatott geci monoxost, ez jó volt, ez a jó. Ez nagyon tetszett. Akkor a fasz... bele a Szegedbe, Fatel! A nagy fasz a Szegedbe! Meg ezt a fasz is a Szegedbe! Hú, de leszopatott, geci! Hú, ordasul leszopatott. Ordasul leszopatott, most vonogsz. Ez nagyon tetszett. És bazdés... most hívtalak, életem, pont most hívtalak. Ebben a másodpercben hívtalak. Ebben a másodpercben, hogy vagy édesem, aggódok érted, most cipom, mit mondok, milyen kis pitbull kutyák, meg milyen rendőrök? Hát itt nagy ugatások voltak rendőrökkel, igazából elvitték a kamiont, nem tudom mi maradt benne, két dezertégű mínusz, cipom ugatott kicsit a rendőrökkel, kaptam kis számlát. Kettőt is, vagy mi az? Nem számla, az számla. De mi az, hogy elvitték a kis kamiont? Mi le fel? És egy ilyen 1800 vas mínusz, körülbelül annyi maradt benne. És mi? Hogy kérdezem már meg. A képen pilos kamion volt, ez meg balna kamion. Most akkor miből lakták össze? Az a baj, hogy amikor ugye itt voltál és csináltál úgy, mintha vak lennél, akkor ugye láttak már előtte arcunkat, Csipónak meg ennekem. És hiába vettük fel utána a maszk, amikor lefegyvereztük a két rendőrt, visszajöttek. Hiába mondtuk, hogy nem mi loptuk el, így egy ugyanúgy, ők akkor is ugye átkutattak, nem tudom nyelvet sokszor, és átkutattak, elvették a két fegyvert. Van, na most van még pár információ, ide tudsz jönni hozzánk haza? Persze, megyek, már lesz indulok. Vagy várjad csak, mert keresnek rendőrök, vagy bújjabban lakó, engem kell és akkor mi megyünk. Igen, nézték Instagramot is, mert hogy kiraktad a nevedet. Figyelj csak, bújjabban lakó, és oda megyünk, küldj egy koordinátát, ne ide gyere, jó? Mert itt biztos, hogy itt lesznek még egy pár szót körülöttünk itt honnunkban. Értem, jó, Málisz. Oké, buszilák. Buci.
tudunk lenni. Jaj, Istenem, titiába, ez meg hú, most mindent elmeszélnék, kullala nem hinnétek el, úgyhogy beleszekeztek. Most akkor hol van az álló? Hol az álló? Hát nálunk van az összes szín. Nagyat bepakoltuk, ezer, mit mondtál Csipó, hány darab nem maradt ott? 1002? 1008? Szé. Na figyelj, most mennyi? Összes rész meg lenni, 1000 darab. Azért a legkevesebbet, csak mondom. Szé. 1832 darab vasat elvinni policia. Viszont a jó hír az lenni, hogy a maradékban lenni borzasztóan értékes vasszé, olyan, mintha 18000 darabot érni. Olyan értékes lenni. Szóval annyira nem sokat bukni, de azért bukni, szé? Á, értem. Csak hogy kérdezem? 20000 euró érték elmenni leves. Az ő, az mind miattad lenni, te kis szarházi puta. Nem vagyok szalázi, a másik, ha az a telked, érted, meg ilyesmi, legalább te dohányzol? Most muszáj rágyújt csak, mert megőrülök. Jó, én most megértem. Akkor mi jogon vitték el azt a kamion? Nem értem. Miért foglalták le? Nem értem. Magyarázz már le. Én próbálni nekik beadni sztori, hogy te engem felbérelni kamionsofőrködés, utána, várjál, először próbálni mondani, hogy ez nem is az a kamion lenni, szí? Mert más lenni a színe. Második képen nem látszani rendszem, mert előtte állni. Első képen a kép sarkában látszani rendszem, de én nekem lenni látásom tökéletes, és mégse látni rendszem. Hol? Ez a puta madre rendőr látni rendszem, és azt mondani... Van ott a rendszem, de más a kamion színe, nem érted ember, ezek széges kamionok. Szí, én is ezt mondani. Ugyanezt mondani, hogy ez nem az a kamion lenni puta, ez más színű lenni. Képen lenni zöld kamion, nálunk lenni barna kamion szű. Na, utána mi pakolni. Miközben te ott játszani vakot. Viszont utána én úgy dönteni, mivel nem akarni, hogy policia az egész konténerünket kipakolja miatt a szű, ezért úgy dönteni, hogy a rendőröket lefegyverezni. Utána történni dolgok, elülni a vihar szű, visszamenni, pakolni gyorsan Ninával. Már maradni csak 1800 darab, utána hirtelen 10 policia megjelenni, megint ez a pitbull hajú csicska rendőr ugatni, mint valami kutya, nyáladzani össze-vissza puta. Ez biztos megtalálni, Csipó, szétverni, szétrugni, helyez. Szétrobbantani fejét, szű? Na, utána Csipó próbálni történetet arra terelni, ez lenni magánbirtok, takarod innen puta. Azt mondani nekem rendőr, én ezt igazolni papírral. Hát ezt nem tudni papírral igazolni, de előtte már mondani, én meg tudni mondani, garázsokhoz hozzáférni, céges járműveimet kivenni, megmutatni, szű. Utána ezt nem sikerül, Csipó nem tudni bebizonyítani, ez magánbirtok, nem menni el rendőrség. Utána megint sarokba szorítani, szű. El kellett mondani puta, hogy ez lenni az a kamion, amit te kiposztani. És akkor megvédeni, azzal, hogy most ezt az 1800-at elvinni policia, megvédeni a nagyon értékes vas, ott lenni nálam konténer. Veszteség lenni, de legalább nem óriási veszteség, szű? Nem adja. Hát akkor is. Mi jogon érted? Van egy telvem. Megyük az... Százszor elmondani, ez magánbirtok lenni, takarodni innen végzés nélkül. 100 milliószor ezt elmondani. Nem érdekelni őket, puta. Szomorú. Ilyenkor persze nincs szabályzat, érted? Ilyenkor nincs szabály, amikor meg kell szabály, akkor meg nincs szabály nekik, érted? Én végig arra gondolni, hogy szét csak a pótkocsit elvinni, mert belenézni mi konténerünkbe, akkor aztán... Fú, puta. Mindent az elvinni. Azt kamuzom, hogy ellopták a telcim. Nem foglalkoztam vele, mert holgáztam. Nálam, fogtam halackát, képzeld el. Malacot? Milyen halackát? Ja, halacka. És akkor bemegyek, és akkor mondom, hogy ellopták a telcim, és akkor nem értem. Akkor... Tici, te ezt nem tudni kimagyarázni. Ezt sehogy. Hívni fel apád, intézz el rendőrség. Te kurva nagy bajba lenni, Ticia. Hívni fel apádat, kapcsolatait mozgatni, meg intézni. Jó, persze, hát ha van kis kap... Hello, fotel! Közben bunkert is elkaptam, hogy csak mondom. Az a probléma, hogy van egy barátom, érted, és lefoglaltak valami 1800 vaszat tőle, a rendőrök pedig teljesen magánhelyen volt, érted, a kamion, és
Bementek a lendülök ilyen magánhelybe, és pár darab vasszat lefoglaltak a balátomtól. Tudod, ilyen kis bányász, kis koszosz kölmű. Nem mozgatnál meg egy pár darab kapcsolatot, érted, hogy kihozza azt a 1800 vasszat? Most milyen 1800 vas vagy? Fogalmam szint. A lendőrök lefoglaltak 1800 vasszat. Tartozunk. Semmit kezdjek ezzel. Szegít cél már visszaszerezni. Hát honnan volt ez a vas? Igazolja valahogy. És hogyan? Mert mondjuk elég furcsa. Hogy hívják ezt a barátodat? Sanyi. Ismerek mindenkit, aki a vasba utazik. Sanyi. Sanyi. És most őszintén, honnan igazoljatok? Hogy kérdezzem ez, már? Nem furcsa ez, hogy felhívsz. Már feküdnék le, itt vagyok a jaktomon. Eltűnt ma. Meg akartam venni egy elég nagy mennyiségű vasat. Azt ellopta valaki. És akkor most felhívsz, hogy a rendőrség lefoglalt 1800 vasat egy olyan barátodtól, aki nem tudja igazolni. Nem mondta, hogy nem tudja igazolni, csak hogy igazolja? Hogy kérdezzem már meg, hogy is kell azt? Hát legalább valami, nem tudom, gondolom az úriember vagy kibányázta valahogy, vagy van egy adásvételi szerződése róla, vagy valami legyen. Írtam, ott tudsz lenni a lendőrségen? Pár perc múlva biztos van ilyenje, mert legálisan szelezte. Hát akkor mutassa be a papírt. Írtam, Málisz mennek. Puci apa, te is pucisz? Hát jó, várjál. Én ha valamit így csinálnék. Jó, figyelj fiam, bár tudom, hogy belőle sose lesz igazi mutyi. De ha én ezt csinálnám, szereznék egy olyan embert, aki visszadátumozna a papírokat, és írna egy adásvételit, de úgy, hogy bányász legyen az illető. És törvénytisztelő állampolgár, szóval ne a kis barátaidat szedd elő az utcáról. Ne lágalmazzad a barátaimat, érted? Nem bűnözzük ők. Jó, írna egy papírt, hogy ő a mai napon átadott X mennyiségű árut, akkor legyen ez vas, a barátodnak eladta, mennyit fizetett érte, így meg úgy. Milyen célból legyenek meg, minden kérdésre készüljetek fel. Keresztkérdéseket fognak feltenni a rendőrök, mindenre készüljetek fel. Ez megvan, kell? Akkor van némi esély. És ez ma kell, vagy holnap? Nem éltem. Hát most mennyire kell a vas? Hát eléggé kurvára. Ma még melegébe. Éltem, jó. Egy nap alatt a világot meg lehet váltani. Fél óra alatt ezt összehozni. Ilyetőbb a rendőröknek, hogy már megvolt ez a papírotok. És te írsz egy ilyen papírt? Mennyi írsz? Bányászat, nézzek ki. Csak kérdeztem, érted? Én biztos nem írok ilyen papírt. Nem kérdett semmi. Ha én papírt, akkor elég sokba kerül neked. Éltem. Írhatok. És mennyi zé? 30 000. Ki hagynám, érted? A szok. Jó. Bár mondjuk most, ha ránézek az órámra, mindjárt éjfél tűnt az óra, úgyhogy már lehet 40 is lenne. Értem. Akkor tárgyalan, teljesen. Szerintem is intézzétek így. Jó. Cső, Fatel. Hello. Na, most akkor gyorsan, kell szerezni egy cávót, aki megbízást ír ilyen adásvételét a mai dátummal, hogy 2000 vas, mondjuk meg 1000 szén, vagy 1000 alumínium, és akkor ő bányász, és akkor ti felvászároltátok, valaki felvászárolta, és ti voltatok, vagy mondjuk Cipó volt a kis kalauz, vagy mi a falkam, kamionszofőr. És akkor kis kitől? Egy olyan ember kell most kulvára keleszni, aki te patyol a tiszta a lendőrszégen. Úgyhogy gyorsan. És milyen emberek tudnak ilyet? A hívott mutyik bárki tud papírt írni, érted? Bárki tud. Frost? Fosz? Fosz. Én hívjad csak Foszt. És ezt most kell melegen elintézni, mert 1800 vasztól nem mondok le, érted? Nem jó, az se jó. Jajim és Sefros se semmelyik, várja csak, bunka se elérhető. Hát mondjuk Rico, nem hiszem, hogy pont tiszta a rendőrség. A hívott mutyi GSM elő...
A hívott Mutyi GSM előfizető pillanatnyilag... Hola Riku, van nekid olyan ismerősöd, aki pátyol a tiszta rendőrség? A hívott Mutyi GSM... A hívott Mutyi GSM elő... Tényleg? A Mutyi GSM előfizető pillanatnyilag nem kapcsolható. Tizia, Riku, jó lesz, hogyha pátyol a tiszta rendőrségen? Pátyol a tiszta... Lemek lesz! Gúl vagy osztan talci! Oké, hol találkozunk, Riku? Kellene kis segítség? Csak egy papír. Értem, oké, 10 perc, jó, oké, 10 perc ráért, Tizia. Tici, dicsérni meg csikat. Oké, 10 perc, sörögjél majd, jó? És most miért dicsérni meg? Puszillan, köszönöm. Szi, legyél férfi, legyél kedves buta. A kedves vagyok már, ne mondd már meg ember. De megmondom, Tici. De jó kis cöcöd van. Tüngenék rajta, mint egy kis vadisznó. Na, sova mész? Na most mi lenni már? Írnunk egy papírt. Fontos, hogy a te neved legyen benne, hogy te vetted meg a kis vaszat. Bele kell írni a mai dátummal, hogy te megvetted, és te elszállítottad, és a Liko adta el neked, érted? És akkor te írod alá. Liko megírja ezt. Puta, én mondani policiának, hogy te ellopni azt a szart. Balancolsz? Szi. Mit is elmondani... mondtál? Mit is figyelni. Mondtál? Hogy kérdezzem még egyszer? Figyelni. Azért, hogy megvédeni értékes áru, elmondani, megmondjuk... hogy te lopni el azt a szart, puta. Megmondjuk, hogy nem tudom, valamit megmondunk, hogy gond van agyaddal, és össze-vissza beszéltél, mi szólsz. Biztos, hogy én akartam fel... Engem nem csinálni hülyét. Bocsánatot kérsz a lendülőktől. Most szedd össze magad? Most cool vagyok. Most szedd össze kulvál a magad. Bocsánatot kérsz a lendülőktől azért, mert én akartam felvászálolni, nem sikerült, viszont én felkultam az állakat, és te vászároltad meg, és halagszollám. És azért mondtad, hogy én elcoltam. Ez csak egy hazugság volt. Ennyit kell mondanod, hogy csak hazudtál, érted? A papírt meg kell írni, meg kell szelezni a lengeteg vaszat. Ha már ennyit segítettem, ennyit segítened kell, érted? Mit csináltál, puta? Segítettem. Kinek segítettél? Mennyi fegyvert adtam el? Kölcsön adtam 10 000-et. Sok fegyvert adtam el. Hol van a 10 000-em? Segítettem. Jönni kibaszott szarjaidért, vinni el tőlem, és akkor nem tartozni soha többet. Most mondd már nekem ez a kis mexikói kobold, most mi ilyen, Nina? Hagyj kérdezzem már meg. Nem érti magyar? Nem érti magyar? Mennyi zélő van szó? Mennyi vasztlól? Normális az ilyen? 18 000 euró, de 200 000 euró ott van a kibaszott konténerbe, putát, gondolkozni senkit már. Nem érdekel a vélem, cölög a vélem, 18 000 euró az 18 000 euró, és ne feledd el, cipóka. A lendülők a te saját telkeden behatoltak, és elvették, te, érted? Szi. A felét odaadom, érted, hogyha megszerezzük. És akkor megint én csicskolni be rendőröknek, mert bejönni a kibaszott birtokomra, puta? Most hármunk közül neked van a legcickább kinézeted, érted? Azt így mondani, még ilyeneket még mindjárt pofán is lőni, szi? Viccelődész! Kicsit feszkósz vagy, viccelődész? Szi, feszkós lenni, mert belerángatni minket ilyen szarokba terv nélkül, puta. Persze, volt terv, csak... Igen, mi lenni terv? Ninát oda küldeni, enyelegni, szírruhába, ennyi lenni terv. Az lemek terv, nem? Lemek. Végignézni, hogy te szerencsétlenkedni kamionnal. Beküldeni engem egy másodperc alatt kijönni kamionnal onnan, puta. Értem? Ügyesz vagy? Gracias. Kell az a papír, meg kell illatni Likóval, és megillatjuk Likóval, és akkor visszaszerezzük a rengeteg vaszat. És... eltekintek a 10 000-től. Ha sikerül! Ha nem sikerül... Mit mondani, apád? Mit kell csinálni? Én papírt kell írni. Liko megírja. Dátum a minden ilyesmivel. Te meg aláírod, hogy te vetted meg. És majd, mikor ezt a lendülők megkérdezik, hogy most akkor én szóltam el... A picába eszik az eső. Üljünk be gyorsan. Megkérdezik a lendülők... Hogy én szóltam el, akkor csak mondtad, hogy hazudtál, mert halagszollám. Szi. Hát remélem, nem? Ahogy eszik az eső. Gyertek már a boltba. Hú. Ezt a picájába az összesznek, öcém. Hú, bassza meg, milyen fasz a időjárás van. Kértek egy fagyit? Most nem.
azt a kulva milyeneket villámlik, hogy kulvára faszok a villámoktól, érted? Elég durva, elég durva. A... Mi a fasz? Lágám, itt a világ végén gyorsan kúrjunk, hogy megmentjük a földet. Gyere gyorsan. Gyorsan, fel kell hagyni, érted? Meg kell teremteni az új világot. Gyorsan, pucizd be. Nem akarok bepucsítani, én félek. Hát de nem érted, most csak nem a szexről van szó, hanem meg kell menteni az egész világot, nem érted? Hát annyira megijedtem, összeszűkült mindennem, ha beleragálnál. Az szuper, szuper. Meg kell menteni az emberi széget, gyorsan, kúrjunk át, ugye le? Nem akarok. Gyere gyorsan, most nem lólunk van szó, hanem az emberi székről, a földről. De nem akarok dugni. De muszáj leszel, gyere gyorsan. Jó, most egy kicsit, hogy lendülebb, egy kicsit lángozz meg. És akkor utána. De nem akarok dugni, meg rángatózni. De nem érted, az emberi szék ki fog halni, hanem kúlunk? Ez nem rólunk szól. Értem, de én akkor se szeretnék, nem baj, ha kihal. Most tényleg le kell üsszelek? Hát az jó. Vagy meg is kötözhetsz a gazából. Nem iszlósz, nem iszlósz. Nem akarok rá most. Akkor fordulj meg, megkötözlek. Hát de jön a Rikó, érted? Nem baj, addig gyorsan kúlunk. Ezt látlakom. Oké, és akkor most leveszed nádrágom, majd? Valami, nem, fogom. Egyszer kicsit lehúzom, érted? Nem lát senki. Értem. Vagy. De finci a szekked. Nagyon finci illata van. Értem? És akkor most mi van? Nem tudom, most én nem tudom, hogy kell kúlni, még szűz vagyok. Most mit csináljak? Hát... Vedd le a bilincset, és vissza kell rakni a nadrágot, és már dugtunk is. Ez ennyi? Azt mondta 2 perc. Ezt azt nem értem. Na most dugtunk, érted? Itt kell dugni. Hát de a pornófilmekben ez kúlva lenne? Most átkúltál engem. Most azért, mert 17 éves vagyok, most ilyen hülyének nézel? Ja, azt hittem, hogy nem szoktál pornót nézni. De ez honnan? A 22. században mindenki néz pornót. Ja, de nem, azt hittem, hogy téged nem engednek fel ilyen weboldalak. Érted? Hogyha az utcai meg vagy, már 18. Persze, bepipálom, hogy 18 vagy, érted? Mind mindenki más. És hogyha érted megy a rendőrség, hogy te itt hazudozol az interneten, akkor mi van? Kinyalják a geci szeggen. Te a tességed miért gecis mindig? Ez csak poén, érted? Lazaság. Ja, értem. Most nincs itt Likó? Hú, ez nagyon jó volt. Ez lemek volt. Hú. Halló, teszék? Halló, hallod? Nincs állam. Teszék? Te tudom, hogy nincsen áram, Morel. Hát én is itt vagyok éppen, az nincsen áram. Kivel duncizok? A Szilveszter vagyok, Morel. Hát nincs meg a számom? Mi van rák van? Szilveszter visszahívatlak késő. Persze, tesóm, hívjál nyugodtan, hogy ne. Csomézlak. Lag le. Na, most jó. Jó ott a fater. Teszék! Halló! Jaj, fiam, na! Hívni fog majd egy roma úriember. Le tudják igazolni neked, jó? Fogadd el az ajánlatát, azt ajánlom. Le tudják igazolni nektek a... Éltem? ...vasat. Jó? Jó, lemek! Lemek! Nem lesz olcsó, de legalább a barátodnak meg lesz a vasa. Jó, lemek, köci fotel, cő! Halló! Milyen hangulatos, hogy nincs áram, keci. Gyerekek, milyen jó. Lehet, hogy nem is kell, Likó. Most intézem. Jó, mert ezer év mire ide ér. Cál, Szilvesztel! Na figyelj már, tesó, fölámba jutott egy-két dolog, hogy neked itt van, amely papírosra van a szükséged. Kinek is papír, testvér? Aha, miért jön neked ez a papír, Morel? Alok kéne egy papír, hogy a barátom vászárolt vaszat, csak a lendőrök lefoglalták, érted, és most peleszkedünk meg minden ilyesmi. És elvitek lengetek vaszat, és azt kéne valahogy leigazolni, hogy a lendőlőknek bemutasszuk, és megkapjuk a vaszat. Aha, tehát egy ilyen igazolás kéne maradni, hogy tiltak a vas? Az kéne, persze. És mennyi pénzt érez meg neked, tesó? Mennyit kérsz ezt vél, bástya? Nem tudom, mondjuk 5000 euró? Lemek? Hol tartsz? Vasszelep? Hát várjál most itt, mindegy, van egy kis dolgom itt a rendőrökkel, érted? Mert bejöttem vásárolni, meg ilyenek.
gyorsan, itt lerázom őket, meg ilyenek, nem tudom, visszaéblek, jó, mikor végeztem. Értem, jobb átszállás, cső! Jó, csomé! Ez meg boltrablásom van, Genzi, haj! Felhívott Fatel, tudod, a kis piacosz? Igen? A Fatelon piacosz. Felhívott és... van egy cávó, szervelet egy cávot, és ad majd egy papírt, megoldja, csak az a baj, hogy most valami... ott vannak a lendőrök, és éppen bevászálol, és lelázza a lendőröket, nem értem. Ő bevásárol is, rendőr... valahol le van zárva az egész rendőr... lehet, hogy ott valahol. Van érted, és most bevászálol, és szerintem nem engedik ki a boltból, vagy valami ilyesmi. És azt mondta, lelázza, nem tudom, lehet, hogy víz lesz a pólója, eszik az esző. Vagy a eszernyője. És akkor utána aláéli a papírt. Riko is próbál jönni, csak kerülnie ki, mert le van zárva valahol autópálya a rendőrség miatt. Értem, csak szerintem most akkor már meg kéne válni Szilvesztert. Hát, amely gyorsabb, mit szólsz? És hogyha ekkora falkom, vagy... Nina, mi lenne teljes neved? Nina Diaz. Nina Diaz? Nem Diaz. 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 Nem vagyok cigányány, mondtam már. Van egy kis lomba. Szevasztok. Jézusom, de beszaltam. Istenem, úgy beszaltam. Jézusom. Cáliko? Keresem úgy téged, Bunkir. Engem ezt miért megint? Nem tudom beszélni, akár vagyok most rádiózott, hogy nem tudom, hol vagy. Nem, mondom. Most nem tudod. Nem mondtam meg, nem vagyok valamit spicit, érted? Csinálnék én egy papírt, csak csinálunk egy másfélsz egy papírt, és lehet, hogy meddig tevékenykedsz? Hány óráig? Na, leszek még darabig, van még dolgom, csak nem tudom, mennyire lesz itt villanyár a városban. Nagyon sötétbe borult minden. Mert elintéződött már, csak lehet, hogy kell a B-telv, és lenni a B-telv. Egy papírt kéne csinálni, megcsinálod, hogy ez leszél? Persze, de mit kell beleírogatni? Csak annyit, hogy vaszat adtál el, mondjuk aki a Dikaznak, kis vaszat eladtál, és ezen a napon, ezzel a kis dátummal, és beleírni az összeget, hogy mennyi vasz, mennyi él, és akkor ennyi. Király. Visszajött villany fasza. És akkor adok majd írt egy ezt. Akkor elérhető vagy. Jó, elérhető leszek. De mondtam neked, Kakao Games, te ne rakosgass fel Twitter minden faszomra. Csak igazam lett, mi? Kinyalják a szeggem, kimagyarázom. Minna, jönni ide. Most meg papírokat kell írkálni, mondtam óvátó sem. Nem hallgatsz rá. Ezt majd átvenni ügyet, mert nekem menni kell, szi? Nincs idő. Hittem, valami csapat találom ezt. Jó, csak ez... mondtam, hogy óvatos figyeljük, mert köcsögök, mondtam már, hogy szorog zsékák. Micsoda? Mostanában be vannak feszülti. Jajják ki a szeggem. Figyelj, tegnap azért vertek szájba háromszor gumibottal, mert azt mondtam, élmezés bohóc. Pedig csak az igazságot mondtam. Kis bohócok, az is igaz. Vajat, csak kérdezik. És még meg is fenyegetett, hogy legközelebb szedek 500 kutyakakit. Múltkor én szedtem kutyaszalt. De én nem akarok azért szedni, mert megmondom igazságot, hogy élmezés bohóc, tehát azért nem már kutyák, akit lejön szedni, ez kicsit agresszívek. Meg 500 a szok, nem? Szok az. Hát még van nekik csak fizet, nem? Ha úgy érzi, akkor írjon papírt. Ja, van zé. Nem értem, de viccesek, mondom, múltkor találkoztam velük, ott ment kockapárba Bahi. Mondom, mivel élmezés bohócokhoz ide hívtátok, mondom, nem vagyok izét ilyen. Rendfenntartó, vagy mi faszom, hogy én itt ezt megoldjam. Erre elkezdi nekem mondani nagy főkapitány, hogy én nem beszéljek így. Hát mondom, csak igazat mondom, hát most nem jelmezbe vagy, bassz meg bohócok is vagytok, hát ez a tény. Rám baszták bilincset, azt még bilincsbe voltam lesokkót. Vinni engem vissza, mert nekem menni kell aludni. Gyere, Tici, mondani neked valamit. Akkor, Nina, mondd már meg Likónak, hogy majd cölögünk, ha nem jön be az átel, visz, akkor adjuk neki az ét, jó? Menjen nyugodtan. Na figyelni, nekem kell menni el, nem érte? Tudni már maradni tovább. Nina-ról, Ninának írni én papír, hogy mikor én nem lenni, ő minden jogommal meg felelősségemmel rendelkezni, el tud járni nevemben, szű. Á, értem, lemek, az is lemek, de szerintem... Leírni igazolás. Jó, lemek. Akkor Nina elvisz engem, és akkor utána intézni dolgok. Jó, én is megyek, mert Likóval megdumcizzuk, segít, hogyha nem jön be az átelv, érted? Szi, megoldani. Jó.
Máskor jobban tervezni, Tizi. Mi vagy ilyen közel? Azért meg kivaszottul utálak, puta, de Nina miatt elviselek. De most engem én utálsz. Most én... Azért, mert kis több tervezés kellett volna, puta. Ebből tanulok, érted? Nem szóltam még ilyeneket, érted? Azért csak máskor kérni ki véleményünket, puta. Hát én se tudom, mi a falkam lesz, érted? Improvizálni kellett, abba kulva jó vagy? Ninát meg ne használni ilyen kis lúvnyának, szű. És szívesen segíteni neked, de ne kihasználni, puta. Nem használom ki, érted? Csak kihasználtam kicsit az adottságát. Meg lesz ez télülve, ne akudj. Szi, olyan fene kell lenni, megörülni tőle, puta madra. Finci, nagyon finci, nagyon jó. Szétnyalom egyszer, érted? Mint a nyáli dinnyét. Ne menjünk! Ezt imádom, amikor egymás RP-be belerőgünk. Imádom. Ezt megyek, hogy ne? Nagyon jó. Hogy ne lenni? Persze. Néna vinni engem haza, szű. Nikó, most húzzunk okay. A vérbe. Akkor nem cölül. Tudom, ki volt ez a kék pulcsis, de azért köszönni megtanulhatnak, érted? Bevándorló. És akkor hívunk, hogyha kell a papír, meg ilyesmi. Jó, ezt majd jó. Megy a biznisz. Oké, és rendítsük. Köcike? Csumizlak, aztán vigyázz ebben a posztolgatósok. Vagy jössz te is? Persze, megyek én. Hát gyere. Vigyázzok, adios, megfogadom Nikol. A... megfogadom. Jó, otthon kell magamhoz venni... italital. Ennél felejtsem. Vész aludni? Ah, szép. Jó, és akkor most, hogy van nekem egy ilyen papírom, akkor én most aláírhatom azt a papírt. Szerint mondani azt, hogy ez a papír igazolni, hogy te járni el helyembe bármivel kapcsolatban. Értem, persze, látom, hát azon rájúva, persze. Oké. És akkor Tiziát csak besároztuk, mert csúnyán csinálja üzleteket. De amúgy Tiziát azért besározni, mert üzleti ellenségek lenni. Rivális. Lemek! Ez lenni csak üzleti trükkek. Most mi eltekinteni a magánbirtok sértéstől, szív? Lemek, ez fontos, fontos. És akkor mondani, hogy minden itt legális lenni, csak egy kis bemártás, szív, így működ, mint a tőzsde úgy működni tudta. Erősek kutya baszik, szív. Igen, értem. Na visszarakni kulcsot, aztán ment. Oké, és akkor most következő, hol van Szilveszter? Válik el a te számot, addig elkúrjuk az időt. Szó szerint. Értem. Csak piszileg. Oké. Now I was born in the gutter facing life or death. I was a thug ever since my mama gave me breath. These motherfuckers wanna see me die. So who am I to try to warn them? I'm a fucking bomb, I'm the niggas fly.